Szép jó napot kívánok mindenkinek, köszönjük szépen, hogy eljöttek a mai sajtótájékoztatónkra. Ennek a témája a kormány elhibázott gazdaságpolitikája, illetve a fővárost érintő közlekedési kérdések. Nagyjából másfél éve úgy vergődik a magyar gazdaság, mint egy papírhajón a szád a magyar tengeren, a háborgó tengeren. A Fidesz gazdaságpolitikusai össze-vissza rángatják a kormányulat, és lassan azt sem lehet tudni, hogy kinél van az irányítás. A hosszú hónapok óta tartó rémálom sorozatból ma ismét egy újabb adónem ötletére ébredhetett az ország. Hiszen Rogán Antal egy egyéni képviselő indítvány keretében újabb adónemek bevezetésére tett javaslatot. Az első ezek közül az úgynevezett 27%-os szociális hozzájárulási adó. Mi is valójában ez az adó? Ez az adó semmi más, mint a magyar nyugdíj rendszer államosításának egy újabb lépése. Az első lépésre szerintem mindannyian emlékszünk, ez a magánnyugdíjpénztárak kifosztása volt első körben. Az most már jól látszik, hogy mennyire jó gazdája a kormány a magánnyugdíjpénztári vagyonnak, hiszen első lépésként nagyjából 500 milliárd forintot költött MOL részvények vásárlására ebből az összegből, amint csak ma több mint 100 milliárdos veszteség van. Ez a mostani második pillér semmi más nem jelent, mint hogy az eddig egészségbiztosítás és magánnyugdíjbiztosítás címen befizetett hozzájárulást most már nem kötelező erre a célra fordítani. Azért nevezték át, de több mint átnevezés, ez inkább átminősítés adóra, nem járulékra, hiszen ezzel meg lehet bontani ezt a korábbi biztosítási kockázati közösséget, és megszűnik a kormánynak az a kötelezettsége, hogy az ilyen címen befolyt járulékokat egészségügyre és nyugdíjak kifizetésére fordítsa. Ez azt jelenti, és jól illeszkedik abban a sorban, hogy akár lehetősége van a kormánynak arra, hogy mind a nyugdíjak tekintetében, mind pedig az egészségügy tekintetében nemhogy több pénzt vagy több forrást fordítson az adott ágazatra. Az egészségügyben jól látszik a forrás kivonás előkészítése az intézmény összevonásokkal, a gyógyszerkaszta zsugorításával, hogy további forrásokat lehessen kivonni az egészségügyből. A nyugdíjak esetében pedig jól látszik egyébként a szabályrendszer módosításának az előkészítésével, hogy akár megalapozhat egy komolyabb nyugdíjcsökkenést is. És mi történik ezekkel a befizetésekkel? Innentől kezdve minden egyéb kötelezettség nélkül szabadon fordíthatja a kormány, amire akarja. Mindenféle felesleges kiadásra ide tartozik, akár 10 milliárdokat költhet a TEK néven elhíresült miniszterelnöki magánhadseregre, finanszírozhat belőle egy Dörner csurka féle újnáci színházat, fordíthatja szobor áthelyezésre és egyéb rendkívül a társadalom számára hasznos kiadásokra. Nézzük a második elemét az elmúlt egy hét eseményének, ez a leminősítés. Matolcsy György, nemzeti csődbeviteli miniszter, tegnap az országgyűlésben arról beszélt, hogy milyen sikeres volt az ország adósság elleni küzdelme. Ezt a sikert jól mutatja, hogy év az éven az ország nettó államadósága 1000 milliárddal nőtt. Én azt gondolom, ez mindent elárul. Úgy beszél Matolcsy György az ország közelgő leminősítéséről, bóvlivával a minősítéséről, mintha arról számolna be, hogy holnap kisebb záporok, zivatarok válhatok az országban. Miközben Magyarország esetleges leminősítése a bóvli kategóriába nagyjából egy 9-es erejű földrengéssel mérhető össze. Hogy hogyan érinti ez az országot? Hogy a vicc is mondja, egy ilyen leminősítés Franciaországot érinti, Magyarországot konkrétan a földhöz vágja. Hiszen mindenki, akinek magyar forintban van nyugdíja, ösztöndíja, megtakarítása, bankbetétje, lakása, autója, bármilyen vagyontárgya, az a leminősítés pillanatában annak az értékének egy jelentős részét, és ma még nem látható, mekkora részét veszíti el. A rémálom harmadik eleme, ez a most bejelentett közösségi közlekedési adó. Ha valaki ma azt gondolja Magyarországon, hogy a budapesti vállalkozások, az ágazati különadók, a termékdíjak, a válságadók, az áfa emelés, az igazságtalan egykulcsos adórendszer miatti kötelező kompenzáció, a minimálbéremelés, a járulékemelés, a hitelezés és ezáltal a beruházások ellehetetlenülése mellett, a most már korlátlanná emelt építmény és telekadó mellett, még a budapesti bevállalkozások
be tudnak fizetni 78 milliárd forintot évente, annak elment az esze. Ezekkel az intézkedésekkel a kormány nemhogy nem ösztönzi a korábbi célkitűzését, most már jól láthatóan semmibe fosztik a munkahelyteremtést, úgy lesz ebből 1 millió, aztán 300 ezer munkahely, ahogy lett 5%-os gazdasági növekedés, amiről már mindenki azt gondolja, hogy jó, ha nem egy fél 1%-os visszaesésről beszélünk. Ezért felszólítjuk a kormányt arra, hogy egyrésztről vonja vissza az igazságtalan egy kulcsos adórendszerre vonatkozó javaslatát, tárgyalja meg az MSZP igazságosabb és szolidárisabb javaslatát, vonja vissza a 2012-es költségvetést, hiszen jól látható, hogy egy feltételezés sem igaz, terjesszen be egy valódi költségvetést, és fejezze be ezt a véget nem érő rémálomba torkoló ötletelést. Köszönöm szépen, most átadom a szót Szanisztó Sándor képviselőtársamnak, aki a budapesti közlekedést érintő kérdésekről fog beszélni. Szeretettel köszöntöm én is a sajtó megjelent munkatársait. A Nemzeti Szemfényvesztés politikájának budapesti fejezete az újabb taxis megmozdulás és a BKV ellehetetlenítésének a kilátásba helyezése. A taxis szakszervezetek kezdeményezéséről szólva többször is szembesültek azzal az ígérettel, és sajnos fél év látszattárgyalások után abba is maradtak a tárgyalások, hogy nem igazán tud segíteni a főváros, két okból nem tud segíteni, egyfelől azért nem, mert a személyszállítási törvény már egy éve késik, ha most beterjesztenék, már akkor is sokszor túl késő lenne, néhányan már akkor sem tudnánk az eredeti szakmájunkat folytatni. A tervekről annyit tudunk, ami a személyszállítási törvényjavaslatra vonatkozik, hogy valamilyen nemzeti holding venné át ezeket a feladatokat, a cégeket ők irányítanák a jövőben, de hogy milyen feltételekkel, milyen anyagi kondíciók között, azt sajnos nem tudjuk. A taxisokkal folytatott egyeztetések elmaradásának az az oka, hogy itt a fővárosban sem, a Városháza vezetői sem látják, hogy milyen módon tudnánk az egyébként teljesen jogos kéréseket teljesíteni, hiszen nem új keletű problémáról van szó. Legutóbb, amikor 11 évvel ezelőtt a fővárosi közgyűlés rendeletben szabályozta a személyszállítási ágazatnak azt a részét, amelyet a taxisok látnak el, akkor még 250 forint körül volt az üzemanyagára. Ugye tudjuk, nemrég a napokban a gázolaj ára átlépte a 402 forintot, és még előttünk áll egy 16 forintos adóemelés is. Azt is pontosan lehet látni, hogy jogosan türelmetlenek a taxisok, hiszen ha figyelembe veszük azokat a megszorító intézkedéseket, amelyek ugye az előbb említett üzemanyag átdrágulás mellett jön a hamarosan bekövetkező 27%-os áfáról szól, a baleseti adóról szól, az különböző önkormányzati helyi adókról szólnak, pontosan látjuk, hogy ezek mindegyike nagyon-nagyon negatívan érinti a taxisokat, és senki nem tudja kivonni magát ezek alól a megszorító intézkedések alól. Felszólítjuk a főváros fideszes országgyűlési képviselőit, hiszen a funkcióhalmozásból kiindulva számosan ülnek a fővárosi közgyűlésben is, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Fellegi miniszter úr a lehető legsürgősebben beterjessze a törvényjavaslatot. Amit az MSZP támogatni tud, és amit javaslunk. Legyen szabályozott a piac, az ne fordulhasson elő, hogy az utas kárt szenved, és az sem, hogy a pénzét nem megfelelő szolgáltatási színvonalat kap. Támogatjuk továbbra is a maximált viteldíj rendszerét, hiszen kiállta az idő próbáját, és azt gondoljuk, hogy ha a taxisok létszámát sikerül nem adminisztratív eszközökkel, hanem szakmai szempontok alapján korlátozni, annak mind az utasok, mind a taxis társadalom hasznát fogja látni. És a szocialista párt szeretne konkrét javaslatokat is megfogalmazni. Szeretnénk, hogyha a fővárosi közlekedésben résztvevő taxik a lehető legkorszerűbb, környezettakarékos üzemmódban tudnák az utasokat szállítani. Azt szeretnénk, hogyha Euró 5-ös szabványt teljesítenék, illetve ahol lehet a hibrid üzemmódot is. Szeretnénk konkrét előterjesztést megfogalmazni annak érdekében, hogy ez hogy tud nem 2020-szal megvalósulni, amit a főpolgármesteri kabinet jelentett, hanem már 2014-ben elindulhatna a gépjárművek megújulásának a folyamata úgy, hogy a főváros átcsoportosítaná a teherautó forgalomból származó bevételeket
egy alapba, és ebből az alapból tudnánk 10-15%-kal elősegíteni azokat a taxisokat, azokat a gépjárművezetőket, akik vállalják a beruházás maradék részét, hogy ők teremtik elő. Következő fejezetünk, amiről beszélni szeretnénk, az a fővárosi tömegközlekedés érinti, ugyanis kiderült, hogy a BKV nem kapja meg a kormánytól a lassan egy éve megígért 77 milliárd forintnyi támogatást, nem lesz semmiféle egyeztetés, és veszélybe kerül a 4-es metró befejezése is. Mára kiderült, hogy a BKV-nak jelentős költségeket kell lefaragnia, és sajnos az is kiderült, hogy ezeknek az árát az ott dolgozókkal fizettetik meg, a dolgozók számára évtizedek óta meglévő szociális juttatások kíméletlen megnyilvánulásával, és a szakszervezeti vezetők a védett munkahelyben lévő munkatársaknak az elbocsátásával, ellehetetlenítésével. Úgy zsarolják a szakszervezetet, mintha arról tehetnének, hogy ilyen állapotban van az ország, holott ők csak a munkájukat végzik nap mint nap. Úgy tűnik, és egyre inkább nyilvánvaló, hogy a kormány felmondja a nemzeti egyeztetésekre és a konzultációkra épített rendszerét, és nem nagyon érdekli az emberek véleménye. Felszólítjuk a kormányt, a fővárost, a BKK-t, hogy hozza nyilvánosságra a közlekedési vállalattal kapcsolatos 10 pontos javaslatait. Annyit tudunk, lényegében majd 10 pontból álltak ezek a javaslatok, hiszen az ellenzéki frakciók nem kaphatták meg az igazgatóság anyagát, és kezdik meg azonnal az érdekegyeztető fórum összehívását, és az első perctől kezdve a munkavállalók is tudják, hogy mi folyik a BKV-nál, ne csak egy okiratból derüljenek ki, amelyet majd a megbízott vezérigazgató úr a főpolgármester elé, illetve a BKV vezérigazgatója elé fog terjeszteni. Köszönjük a figyelmüket, ha